Az Európai Parlament bosszúra készül Magyarországgal szemben a sargentini jelentéssel, ezt Rogán Antal mondta a Kötsei piknik előtt. A találkozón a politika, a gazdaság és a kulturális élet meghívottjai vettek részt. Orbán Viktor beszédéről alig tudni részleteket, állítólag ismertette, milyen stratégiával készülnek a jövő évi európai parlamenti választásokra, illetve azt is, hogy milyen változásokat látnának szívesen a kulturális életben. Az elsők között érkezett Kötséri Németh Szilárd, aki a piknik szakácsa szokott lenni. Most is legalább 8 üstben főzték a marhapofa pörköltet, és amíg az főtt, egymás után érkeztek a résztvevők. Miért nem válaszol soha a kérdéseidre? Az oktatásért és egészségügyért felelős Kásler Miklós meg sem szólalt addig, amíg a kamerák előtt volt. Államtitkár azonban reagált arra, ami az elmúlt időszakban a Honvéd kórházban történt. Rétvári Bence szerint az orvosok a korábbi összeg többszörösét kapják meg végül a túlmunkára. A kormány abban tudta az ellátás biztonságát elősegíteni, mint az előbb is mondtam önnek, hogy 10 milliárdos nagyságrendben növelte ennek az intézménynek is a finanszírozását, amelyet az egészségbiztosítási alapból kap. Ebből kell utána a kórházak vezetésének, ebből a többletből kell javítani a tovább az ellátásnak a színvonalát. Tudja, hogy mi lehet? Fogalmam nincs. A Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke nem tudja, mit jelent az, hogy a miniszterelnök korábban új kulturális korszakot hirdetett, de szerinte szükség van egy új korszakra. Dörner György sem adott egyértelmű választ, hogy miben kellene változtatni a kulturális életben, ahogyan a kereskedelmi és iparkamara elnöke sem. Balogh Zoltán volt miniszter, és egyben a piknik szervezője pedig először nem akart politikai kérdésekben nyilatkozni, végül elárulta, mi lesz a fő témája a találkozónak. A keresztény demokráciának a megújulásáról fogunk beszélgetni, mert hogy Magyarországon van ma olyan gazdasági és politikai stabilitás, hogy az európai ügyekkel egy kicsit többet lehet foglalkozni, mint eddig, és az Európai Uniós választásokon bízunk benne, hogy olyan erő átrendeződés lesz, ami nagyobb esélyt ad arra azoknak a politikai programoknak, meg gyakorlatoknak, amit Magyarország is képvisel. A Magyarországot elmarasztaló sargentini jelentéséről pedig azt mondta, nekik tiszta a lelkiismeretük. Mit szól a sargentini jelentés? Mire számít? Minden lehet. Biztonság. Igen. Az oktatásnál is fontosabb a biztonság, Bakondi György szerint. A miniszterelnök főtanácsadója szerint egyébként aggályos a sargentini jelentés, amelyel kapcsolatban Szájer József szerint még a Fidesz pártcsaládja is megosztott. Az Európai Néppártban többféle álláspont van, még a jövő héten fogják teljesen kialakítani az álláspontot. Lesznek a néppártban is olyanok, akik nem velünk szavaznak. Rogán Antal szerint az Európai Parlament bevándorláspárti többsége Magyarországon akar bosszút állni. Mind sargentini, mind a jelentés is egyébként egyértelműen bevándorláspárti. Mi azt gondoljuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen döntés születik az Európai Parlamentben, mert az Európai Parlament bevándorláspárti többségének a véleményre egyre kevésbé számít. Rogán Antal épp, hogy befejezte a tájékoztatót, amikor megérkezett Orbán Viktor, azonban hiába kérdezte az ATV-s tábja és több újságíró is, nem válaszolt a kérdésekre a miniszterelnök. Miniszterelnök úr, milyen eredményt vár a sargentini jelentés szavazásán? Sajnos most nem iratkozom önöknek, mert először egy előadást kell tartani. Orbán Viktor most ismertethette azt is, hogy milyen változásokat látna szívesen a kulturális életben. És akkor élőben onnan, Kötcsén, a polgári piknik helyszínén van kolléganőnk György Gabriella. Szervusz Gabi, mi történik most és mi történt eddig? Egy összefoglalót kérek tőled. Szervusz Andris, üdvözlöm a kedves nézőket! Az elmúlt másfél-két óra is tartogatott izgalmakat számunkra, hiszen ahogy megszoktuk korábban, Orbán Viktor mindig egy későn kezdte el a beszédét, nagyjából 6 órakor és egészen későig itt maradt. Most viszont már 2 órakor megérkezett, információink szerint 3 órakor elkezdte a beszédét, és fél 5-kor 5 óra magasságában el is hagyta itt a piknik helyszínét. Számítottunk rá, hogy ismét nem tudunk kérdéseket feltenni neki. Az a transzporter, ami érkezett, most betolatott a piknik udvarára, így teljes mértékben izolálva voltunk a miniszterelnöktől. Egyébként az az oka, hogy el kellett sietnie, hogy Budapestre kell mennie, hiszen a vietnámi kommunista párt főtitkárával van találkozója. Tavaly ugyanígy szeptemberben, akkor ő látogatott Vietnámba,
talán ismeretes a nézőknek, hogy akkor volt az a bejelentése, hogy Magyarország egy 500 ágyas onkológiai kórházat épít. Meglátjuk, hogy most milyen, mi lesz a tárgyalás végeredménye. Egyébként a mögöttem is talán látszódik, hogy nagy a mozgás már itt a piknik bejáratánál. Nagyrészt a vendéglátósok már kipakolnak, de nem tudni, hogy meddig tart az este, hiszen ma lesz a Magyarország-Finnország mérkőzés, és ez valószínű azért sok politikust megmozgat. Köszönöm szépen, György Gabriellát hallották, aki Köcséről tudósított.